minden esténket majdnem a Fészekklubban töltöttük. Volt egy asztal, amit a Fényes Szabolcs elnevezett marasztalnak. Ez azért volt marasztal, mert oda a legnépszerűbb művészek ültek esténként, ugye, és a legnépszerűbb külföldiek, akik lassanként kezdtek, akkor már hazaszivárogni. Tehát a zeneszerzőtársak is, ugye, például Lajtai Lajos, vagy az írótársak, mint Vadnai László. És akkor leültünk, és azért neveztük az asztalt marasztalnak. Először azt hitték, hogy azért, mert ugye, hogy mindenkit ott marasztal, mert ez egy olyan jó társaság, hogy mindenkit ott marasztal. De voltak éppen nem ez volt mögöttem, mert a Szabolcs azért találta ki a marasztalt, mert aki onnan senki nem mert felállni. Azért volt, hogy egy olyan asztaltársaság, hogy még reggel 4-kor ott ült mindenki, és mindenki azt a biztos azért, mert olyan jól érzik magukat. Nem. Azért, mert mindenki tudta, hogy ha abban a pillanatban elmegy, akkor megmarják. Tehát akkor róla fognak beszélni. Tehát ez így is marasztal volt, meg úgy is marasztal volt.